Sziasztok újra! Egy újabb processzor kerül kupakjavításra. Ő már egy kicsit drágább példányú, egy 4770K proci. Az egyik prohardware-es tag küldte el nekem, hogy szedjük le róla a kupakot, úgyhogy én neki is látok. Ennél is kell ugyanúgy vigyázni, csak itt nem az alján, hanem ezen az oldalon, és itt vannak a feszültségszabályzó ellenállások ezen az oldalon végig. A mag mellett, tehát majd itt fogom óvatosan csinálni. Nem kapkodom, ahogy eddig sem, úgyhogy neki látok. Hoznom kell egy másik pengét. Itt is vagyok a másik pengével. Úgy ki ezt az oldalt át is vágtuk. Akkor jöhet az alja.
ezt inkább a végére hagyom, nézzük a tetejét. Tudom is nagyon óvatosan akarom majd csinálni, mert itt már, itt a tetejé már elég közel vannak a ellenállások is. Ez a penge nagyon erős, nagyon vág és nagyon könnyen le lehet vágni róla. Inkább neki futok 50-szer, mint hogy bármit is ott elvághassak. Itt ezen a két szélén nagyon kemény a ragasztó. Esetre próbálom. Ugye lehető legkisebb erőhatással, nehogy egy picit is megszaladjon a penge. De viszont el kell vágni, mese nincs. Ez nagyon kemény. Pedig Istenem, de nyomom. Nagyon nehezet átvágtam. Igen, már most könnyebben alá megy. Úgyhogy most kell óvatosan. Megvargatjuk máshonnan is. Ez az oldal még biztos, hogy fogja. Lehet, hogy még az alja is.
inkább vagyok túl óvatos, mint hogy bármi bajt csináljak. Igazából már el kellett volna, hogy engedje. Valahol itt fogja biztos, mert a másik három oldalát már átvágtam, csak annyira közel vannak ott azok a kis ellenállások, hogy azt hiszem, hogy a ragasztót vágom, és lehet, hogy azt vágom el. Aztán nem nagyon akarom erőltetni. Én most már tudja, hogy csak itt fogja.
fogja. Nem is az oldalán, a tetején. Talán most. Most engedi el. Most éme a művelet. Vége. Kicsit sokáig tartott, de aztán összehoztuk. És sehol nem látok rajta sérülést. Szerintem sima ügy volt ez is. Hát nem sima, de úgy értem a simát, hogy nem volt semmilyen probléma vele. Köszönöm, hogy újra megnéztétek. Majd jelent csinálok róla képet, amikor megtisztítottam. Sziasztok!